Sziasztok, szép napot! Szatmári Nóra vagyok. 2024 hátralévő időszakában, azaz a szeptember elejétől december végéig tartó időszakban bizony-bizony lesznek szuper jó, zseniális napok. Ezeket ebben a videóban felsorolom, és remélem, hogy hasznotokra lesz. Ha már csatlakoztál a csatornatagságomhoz, akkor ez alatt a videó alatt bátran föltehetsz kérdést a dátumokkal és önmagaddal összefüggésben. Ha viszont csak követőm vagy, akkor tudsz csatlakozni a főoldalamról a csatornatagságomhoz, és te is tudsz kérdezni. Alapvetően három nagy részre osztottam ezt a videót, lesznek szigorúan a holdhoz kapcsolódó napok, lesz egy 10 milliószoros nappal összefüggő gondolat, illetve szigorúan asztrológiai szempontból fontos napok, amiket mindenképpen érdemes meglovagolni és a magatok javára fordítani. Itt az első részben a hold járásához kapcsolódó szuper napokat fogom felsorolni. Először érkezzenek azok a teli holdak, amik szeptember, október és novemberre esnek, és sorba mind úgynevezett szuperholdakként lesznek jelen, azaz az adott pillanatban nagyon közel lesznek a Földhöz, így pedig szemmel láthatóan nagyobbak és fényesebbek lesznek, vagy legalábbis annak tűnnek. A dátumok pedig szeptember 18-a, október 17-e és november 15-e. Szeptember 18-án a halak, október 17-én a kos, november 15-én pedig a bika jegyében csúcsosodik ki a teli hold, és ténylegesen, ha semmilyen időjárásbeli körülmény nem gátol minket, akkor gyönyörűt fogunk látni éjszaka, hiszen ugye a teli hold mindig egész éjszaka látható. Habatortán, hogy szeptember 18-án holdfogyatkozás is lesz. Magyarországról, illetve Közép-Kelet-Európából szemmel ez alig-alig érzékelhető, viszont ha valakinek igazi sas szeme van, akkor a hold felső peremén láthatja azt, hogy picit, mintha hiányozna egy darab a holdból. Az összes felsorolt teli holddal kapcsolatban figyeljétek az érkező videókat, mert mindegyikhez fogok készíteni. És ha már az előzőeket felsoroltam, gyorsan elmondom, hogy lesz egy napfogyatkozás október 2-án, ami úgynevezett teljes gyűrűs napfogyatkozás lesz. Európából viszont nem látható, de mivel látom a YouTube-on, hogy honnan vannak követőim, nektek mondom, hogy aki azon az útvonalon él, vagy arra rálát, ami a csendes óceántól Dél-Amerika legdélebbi csücskén, hát az Atlanti-óceán déli részéig tart, nos, ott viszont ez a napfogyatkozás csodálatosan lekövethető. Kicsit irigyellek titeket, de majd mi itt Európából megnézzük a későbbiekben videón. Szintén nagyszerű napoknak ígérkeznek az új holdak. Október 2-án a Mérleg jegyében, november 1-én a Skorpió jegyében, december 1-én a Nyilasban, december 30-án, azaz ugye itt egy hónapon belül másodjára, pedig a Bakban fog tetőzni az új hold. Önmagában az új holdak ugye mindig hozzák a megújulás lehetőségét, úgyhogy érdemes is ezekre a dátumokra odafigyelni. Ezekhez is fog majd videó kapcsolódni, viszont van egy nagyon fontos, amit megjegyeznék még az őszi új holdakkal kapcsolatban, méghozzá azt, hogy az október 2-i és a november 1-i új holdak úgynevezett mikroholdak. Ez az állapot pedig akkor következik be, amikor a hold a legtávolabb van a Földtől a pályáján, így pedig ugye sokkal kisebbnek és jóval halványabbnak tűnhet az égen. Persze itt lehet, hogy gyorsan valakinek fönnakad a szem, hogy de hát az új holdat nem is látjuk. Én mindig látom az új holdat, hiszen az új holdnak is van egy sziluettje, valóban nagy feketeséget látunk ilyenkor az égen, de ha ugye tudjuk, hogy hol keressük a holdat, akkor egyébként lekövethető, hogy hol van, és gyönyörűen látszik az a sziluett, ami mögül ugye már az új holdat követő első napon meglátjuk azt a kis vékony kiflit jobb oldalról. És szintén nem maradhat ki ebből a sorból az év utolsó 10 milliószoros napja, ez október 23-án esedékes, a mennybe menetel napjának hívják a buddhizmusban, és a hold év 9. hold hónapjának 22. napjára esik. Ez az a nap, amikor 41 évesen Buddha a mennyekbe emelkedett, hogy az isteneknek tanításokat adjon, valamint az édesanyjának meghálálja azt, hogy hozzásegítette őt a szamszarából való szabaduláshoz. Az éves 10 milliószoros napok listájáról van videó a csatornámon, bátran nézzétek meg, hogy tudjátok azt, hogy mit kell egy ilyen napon megtenni.
És akkor jöjjön a nagy harmadik lezáró rész, ahol asztrológiai szempontból néztem át a következő időszaknak a szerintem nagyon jó napjait. Ezek nem feltétlenül úgy kiemelkedően szuper napok, hogy megnyerhetjük általa a lottóötöst, viszont nagyon sok teher alól felszabadíthatnak, de nézzük meg, és akkor meg is fogjuk érteni, hogy miért gondoltam, hogy ezeket a napokat felsorolom. Az első ilyen nap november 15-e. A Szaturnusz ezen a napon zárja az éves retrográd folyamatát. Felszabadulunk minden általa okozott tehertől, feszültségtől, nyűgtől, elindul előre a halakban, még itt tartózkodik egy jó darabig, érdemes meghallgatni egyébként az ehhez kapcsolódó videókat, pontosan azért, hogy vissza is tudjátok nézni azt, hogy mi mindent okozott nekünk ez a fránya Szaturnusz tavaly március óta, illetve az idei évben a retrográd folyamat során. Szintén óriási jelentőséggel bír az életünkre, és nagyon komoly generációs hatása van a Plutó mozgásának. Szintén nagyon sok videót készítettem az elmúlt másfél évben a Plutóról, a Plutó vízöntőbe, aztán a bakba való áthúzódásáról, majd ismét a vízöntőbe, és most ugye ismételten megint az a pillanat érkezik el szeptemberbe, hogy a retrográd időszak alatt a Plutó visszaérkezik a bakba, és aztán amikor végre, végérvényesen előre indul, egészen pontosan október 12-én, akkor már viszont elkezdhetjük szintén a felszabadultságot érezni, ugye a Plutó hatásai alól, és ennek ugye a legesleg végső folyamata november 19-e, amikor a Plutó elérkezik a vízöntőbe, ugye másfél év alatt harmadjára fog ide belépni, azonban most végérvényesen, és olyan székfoglalást csinál, amiből a következő közel két évtizedben nem is fog kimozdulni. Ismételten azt kérem, hogy bátran hallgassátok meg a Plutó vízöntő Plutó bak kapcsolódással megjelent videókat, mert nagyon sok olyan információ van benne, ami nem csak egyszeri alkalomra szólt valamikor, hanem nagyon-nagyon komoly generációs, közel két évtizedes hatással lesz ránk. Asztrológiai szempontból szerelem kitérővel két érdekes dátumra bukkantam, amikor böngésztem az asztrológiai képleteket. Az első október 4-e, amikor a Vénusz és a Szaturnusz között egy trigon húzódik. Ez egyébként egy olyan nap, amikor nagyon jó dolog randizni, ismerkedni, flörtölni, új szint vinni a már meglévő kapcsolatba, és egy roppant kedvező nap hosszú távú elköteleződésre. Úgyhogy, aki szeretne férj, feleség lenni, vagy éppen összeköltözni, anyává, apává válni, és nyilván ez egy megállapodásban mindkét fél számára ugyanazt jelenti, október 4-e az a nap lehet, amikor ezt eldöntitek, és lerakjátok a közös alapköveket, és megfelelő jövőképet formáltok közösen. A másik nap december 19-e, amikor a Vénusz és a Jupiter trigont alkotnak, ennek a napnak tele lesz az energiája szeretettel, örömmel, és mondhatom azt, hogy a legmagasabb rendű nagy lelkűség, odaadás, figyelem, kedveskedés jellemzi ezt a napot. Úgyhogy bármilyen kockázatot meg lehet hozni egy kapcsolatért, egymásért, vagy a kapcsolat javításáért, felemelkedéséért, használjátok ki ezt a lehetőséget. És ugyanezt az asztrológiai vonalat megnéztem munka, anyagiak, karrier, vállalkozás, siker szempontjából. Négy olyan napot is találtam, amit nagy szeretettel és őszintén ajánlok nektek. Szeptember 29, szeptember 30, október 8 és október 13-a. Szeptember 29-én a Mars és a Szaturnusz trigont alkotnak egymással. Ilyenkor kell egyébként nagyon intenzíven megmutatni a bennetek rejlő képességet, és igenis beleállni a legnehezebb feladatokba, és a legnehezebb kihívásokba, mert bárki, aki egyébként a jegyétől, napjegyétől, aszcendensétől teljesen függetlenül ezen a napon extra bátor lesz, az biztos, hogy nagy profitot tud bezsebelni a későbbiekben a bátorságáért. Szeptember 30-án lesz ismét egy nap Merkur Kazimi, erről a témáról is van videó, tehát bátran hallgassátok meg. Azt a nap Merkur Kazimi videót úgy készítettem el, hogy mondjuk úgy, hogy örökérvényű legyen, úgyhogy bármikor visszahallgatható.
Ez az a nap, ami minden esetben nagyon különleges energiát tartalmaz, hiszen a nap és a Merkur nagyon-nagyon közel állnak egymáshoz, és azt kell, hogy mondjam, hogy a tudatalatti hiper jól tud működni, és olyan oldalunkat tudjuk megmutatni, olyan varázslatos oldalunkat tudjuk szabadon engedni, amire bárki bárhol fölfigyelhet, föl is fog valaki figyelni, lehet, hogy többen is, és kaphatunk egy új ajánlatot, egy új lehetőséget, vagy éppen, ha valaki ezen a napon vált munkahelyet, akkor nagyon jó pillanatban teszi azt meg. Október 8-án a Merkur és a Jupiter alkotnak trigont. Ez az a pillanat, amikor a nagy álmok találkoznak a szervező képességgel, a bátorsággal, a bevállalósággal, és bármilyen formában, ha kimondod, ha leírod a terveidet, megfelelő, reális határidőket tűzöl ki magad elé, akkor ki van zárva, hogy bármi, amit leírtál, és bármi, amit meghatároztál magadnak, az nem tud összejönni. Úgyhogy hajrá! És az utolsó nagyon-nagyon kiemelkedően jó napunk október 13-ára esik, amikor a nap és a Jupiter alkotnak trigont egymással. Feltétlenül kövesd az ösztöneidet, adott esetben figyelj másokat. Ezen a napon megengedett a mulatság, a találkozás, a társasági élet, az ismerkedés, az üzleti kapcsolatok fejlődése, fejlesztése. Adj helyet minden lehetőségnek, minden újnak, ugyanis ha legyintesz valamire, nagy valószínűséggel valami óriási jó dologra legyintesz, és ez a későbbiekben már nem visszahozható, nem visszafordítható helyzet. Nos, én úgy gondolom, hogy ebben a 12 percben minden olyat elmondtam, amit fontosnak tartottam. Jó napok, és nagyon jó napok, és még jobb napok szempontjából 2024 hátralévő részében. Használjátok egészséggel a dátumokat, legyetek merészek, álljatok bele a feladatokba, merjetek nekiszaladni a kihívásoknak, minden adott a sikerhez. És ne felejtsd el, hogy csatornatagként még több videóhoz jutsz hozzá, minden olyan videóhoz, amit nyilvánosan is megosztok, azokhoz pedig jóval hamarabb jutsz hozzá, mint a szimpla követők. Remélem, hogy mindenkinek nagyon jó időszaka lesz 2024 hátralévő részébe, tegyétek, amit tennetek kell. Ha pedig eljönnétek egy személyes konzultációra, időpontot a +3670 311 61 25-ös számon tudtok kérni. A legjobbakat kívánom mindenkinek!